A játékcsarnok küzdőterén felsorakozott sportolókat dr. Gulyás Richárd szövetségi elnök köszöntötte, majd Garam Völgyi Mihály, a szervezet főtitkára ismertette a legfontosabb tudnivalókat. Erre azért is szükség volt, mert két új JJIF versenyszámmal, a Duo és Fighting Systemmel bővült a repertoár. Továbbiakban szeretnénk meghonosítani ezeket a versenyszabályokat, hiszen nincs más út, csak a nemzetközi szervezeten keresztül a nemzetközi kilépésre. Így nagyon-nagyon várták a versenyzőink, hogy 25 év után végre nemzetközi prondra kiléphessenek. A Duo System önvédelmi technikát párosan mutatják be egy-egy klubversenyzői, és kettejük együttes teljesítményét értékelik a bírók. A Fighting System viszont egy egyéni küzdelmi versenyszám. A Fighting System az pedig egy olyan komplex versenyszám, ahol megvannak az ütés, megvan a dobás, és megvan a földharc rendszer. Ez bizonyos szabályokkal úgy van kikényszerítve, hogy a versenyzőnek mind a háromat egyenlő értékben kell tudnia, és ezzel tulajdonképpen egy kicsit egy összharcművészeti versenyeztetési technika alakult ki. A Jászapáti Kígyúrozsó Harcművészeti Sportegyesületben rendszeresen gyakorolják e két új versenyszámot. Természetesen rendszeresen gyakoroljuk, de azért ez mégis egy bevezető fázisban van, hiszen a szabályok azok kicsit másak, mint az ezzel lévő versenyeztetési technikák voltak, viszont maga az alaptechnikák azok ugyanazok. A sportrendezvényre 152 egyéni versenyző és 31 páros jelent meg a Bercsény úti játékcsarnokban. Köztük természetesen a jászapáti kígyódozsó karatékáival, akik között megoszlottak a versenyszámok. Melyik a kedvesebb versenyszámod, a harc, vagy pedig a forma gyakorlat? Hát én inkább technikaiban vagyok jártasabb, jobban vagyok a technikában, de a harc is jött nekem, a küzdelmi is. De ha választanom, én inkább technikában lennék jobb, mert azt jobban nekem azt tetszik, technika. Vilmos kolléganőjének viszont az előre betanult forma gyakorlat az erősebb száma. Ugye ez már be van gyakorolva egy társal, például, hogyha önvédelmet kell csinálni, akkor ezt már begyakoroltuk. Hogyha meg küzdelmek vannak, ugye akkor meg nem tudjuk, nem ismerjük a másiknak a technikáját, hogy mit fog alkalmazni, és ezért nehezebb a küzdelem, mert nem ismerjük az ellenfelet. Jászapáti nem messze esik a Jászság fővárosához, így elkísérik őket a barátok, akik serkentően hatnak a versenyzőkre. Most is itt vannak, páran szurkolnak nekem, jöttek apátról, meg Nagykátáról is itt vannak, osztálytársaik, meg rokonok is jöttek, és hát jó érzés, hogy itt vannak, de furcsa is egyben, mert nagyobb a nyomás. Na, ha itt vannak, akkor mindenhogy nyerni kéne, azért mégis, és hát arra törekszek, hogy minél jobban nyerek. És jó érzés, mert úgymond erőt sugároznak nekem, és ez a jobb a verseny szellemem is. Természetesen mindkét karatéka a dobogóra vágyott verseny előtt. Milyen helyen lennél elégedett a mai magyar bajnokságon? Hát legjobban, amivel én már meg lennék elégedve, az a második hely, de jobban örülnék az elsőnek. Nos, Kitti vágya teljesült, hiszen két ezüstérem került a nyakába. Vilmosnak bizonyára jót tettek a szurkolótársak, mert meglett az áhított első helyezés. Sőt, még kettő bronzérmet is hazavihetett. A versenytársak is jól teljesítettek, hiszen összesen 5 arany, 13 ezüst és 10 bronzéremmel zárták a magyar bajnokságot. A csapatversenyt Jászapáti nyerte a jászberényi harcművészek előtt.